Én azt szeretném kérdezni, hogy miből gondolják megvalósítani ezeket a fizetésemeléseket. Volt egy mondatom, amiből erre lehet következtetni, hogy a részben a 3%-os gazdasági növekedés önmagába tud hozni egy olyan 600 milliárd pluszt, sőt, majdnem 700 milliárd pluszt, ami újraosztható, illetve vannak olyan kormányzati költések, amit felül lehet vizsgálni, és mi azt gondoljuk, hogy voltak elhibázott államosítások, amit szintén felül lehet vizsgálni. Ezek fedezettiként szolgálhatnak erre a dologra, de egyébként nyilván minden kormánynak a saját döntése, hogy hol milyen forrásokból kíván beavatkozni a rendszerekbe. A tippet azt a kormány, nem, nyilván van vélemény, meg adunk is megoldási javaslatot, de ezt a kormánynak kell eldönteni, hogy hova akar nyúlni, ebben mi nem kívánunk beleszólni. Mi úgy látjuk, hogy túl a gazdasági válságon megvan ennek a fedezete a magyar költségvetésben. Elmondta én is, hogy valahol ezt fel is pörgetni a gazdaságot. Nem gondolja azt, hogy az emberek fejében is rendet kellett tenni, és tudatosítani bennük azt, hogy akkor lehet fizetést emelni, ha mindenki odafigyel arra, hogy az a pénz, amit ő megkeres, az legális legyen, és a legális gazdaságba menjen vissza. Teljesen jogos a felvetés, hiszen amikor például Ausztriát emlegetjük, akkor ott elképzelhetetlen a fekete foglalkoztatás, meg elképzelhetetlen az áfacsalás mondjuk. Hozzáteszem, alacsonyabbak is a terhelések. De én azt hiszem, hogy mindig a másik ügyre várni, az probléma. Tehát nem lehet azt mondani, hogy majd, ha nem csalnak, akkor meg lesz a fedezet ennek. Én meg úgy gondolom, hogy venni kell egy nagy levegőt, és olyan környezetet kell teremteni, hogy ne is legyen érdemes csalni. Onnantól kezdve volt erre már Magyarországon például a társasági adó kapcsán, pont egy szociális kormány idején, amikor felére lement a társasági adó szintje, és több lett a bevétel, mint amennyi volt. Tehát én ezt ajánlom, hogy ezt akarjuk a kormánynal is megértetni, az ÁFA ügyben például ez tipikusan igaz, hogy semmi vesztesége nem lenne abból, hogyha abban az élelmiszer körben, amiben a legnagyobb a csalás, mert a legnagyobb forgalom van nyilván a tej, a kenyér, a húsfélék, egyéb, ezt nem kell mondanom, hiszen sehol senki nem kap számlát, meg nem is legtöbb áfa nélkül érkezik, amit importból behoznak, hogy abban a körben ezt a lépést meg kell tenni, és várhatóan behozna azt a bevételt, ami hiányzik. De egy biztos, hogy el kell nekünk is azért oda jutni, hogy visszaosztani abból lehet, amit az állam be tud szedni. Tehát nagyobb fizetési fegyelemre van szükség, és nem is fizetési fegyelemre, inkább számlázási fegyelemre. Ebbe az ügybe tett a kormány lépéseket, csak hogyha lehetetlen helyzetet teremt a versenyszférába az elvonásokkal, akkor hiába tesz be digitális pénztárgépet. Már nagy valószínűséggel akkor is el fogják kerülni az adót a saját létük miatt. Tehát oda kell eljutni, hogy a létét ne veszélyeztesse egy vállalkozásnak, az például, hogyha nettó 100 000 forintos minimálbért ad a dolgozójának. Én úgy gondolom, hogy ez egybe azért meg is szelektálja azt a vállalkozói kört, aki nyilván alapvetően az avarosba halászik és abból tud megélni, ami szerintem meg azért lenne jó, mert tisztulna a rendszer, és egy bővülő piacnál általában nem csak az avarosba halászók tudnak érvényesülni, sőt, ők tudnak kevésbé érvényesülni. Említette itt az online részvételt, mindig csak a vállalkozókról beszél mindenki, amikor arról van szó, hogy a fekete gazdaság, hogy a vállalkozók csalnak, ugye annak idején a szocialista kormány is kiáltotta a kollektív bűnösség elvén azt, hogy a vállalkozók csalnak, ezért kötelező bérmunkáról kell alkalmazni saját magukat. Most az Orbán kormány bevezeti 2016. január 1-től a számlázó programoknak azt a változását, hogy a minden számlázó programnak kell lennie egy adatok átadása gondolnak az APEC felé. Ebben megint a vállalkozóknak az életét nehezítik meg. Nem inkább azt kellene, hogy segítsük a vállalkozókat, és aki feketézik, az úgy Isten igazából megbüntetik. De az kellene. És én úgy gondolom, hogy az kellene. Tehát én erre nem tudom más mondani, hogy egyértelműen az kellene. Különben van egy jó példa erre, az EKR, ugye mivel mindig büszkélkedik a kormány,
épp a parlamentben volt egy kisebb vitám, kisebb-nagyobb vitám az államtitkár úrral, Tálai úrral, amikor büszkélkedett, hogy hát milyen fogások vannak, miért reklamálok én, és emlegetett egy 8000 literes tájfogást. És mondtam neki, hogy 300 rendes tehén gond nélkül naponta megcsinálja. Tehát mielőtt nagyon büszke lenne rá, akkor előtte gondolkodjon, mit beszél, már 250 000 tehenünk van. Tehát ugye ez lehet számolni, hogy mit is jelent ez a 8000 liter. Tehát komolytalan ára, csak azt tudom mondani. Másik probléma, ami az agyvérőket érinti mostanában is nagy port kavarta az országos médiában is, ez a korumi. Nem tudom, hogy hallott-e, hogy tud-e valamit esetleg az ajkaiaknak segíteni. Igen, konzultáltunk a városvezetéssel, és miután a hatóságok hajlamosak arra, hogy a felvetett problémákat azért nem mindig gyorsan és hatékonyan kezelik, ezért én azt ajánlottam fel, meg azt tudom felajánlani, hogy a parlamenti rendszeren keresztül sokkal gyorsabban kapunk válaszokat főhatóságoktól, 15 napon belül, akár írásbeli kérdés, vagy bármilyen formán megkeresik, úgyhogy ezt meg fogjuk tenni. Én nagyon remélem, hogy olyan válaszokat kapunk, ami megnyugtató lesz, tehát hogy vagy lép a szennyező, vagy pedig akkor drasztikusabb eszközöket kell alkalmazni. És ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen megzsarolta a város, önnek mi a véleménye? Hát az meg nem elegáns. Köszönöm szépen. Ha nincs más kérdés, akkor köszönöm a megjelenést. Köszönjük szépen. Most